Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! 40 millió forintos belügyminisztériumi pályázatot nyert Bonyhádváros, melyből a Kossuth Lajos utca egy része épül újjá, jelentette be Filóné Ferenc Ibolya polgármester Bonyhádváros önkormányzati ülésén. Az ülés végén Puskásné Szegi Petra, a város jegyzője elköszönt a testülettől. Mindig szeretni fogom, Bonyhád mindig fontos lesz. Köszönöm szépen ezt az időszakot, és minden jót kívánok! Ezekkel a szavakkal vett búcsút Puskásné Szegi Petra, a jegyző, a város képviselőtestületének tagjaitól. A városi hivatal vezetője október 1-ével távozik az apparátus éléről. A testületi ülés elején Filóné Ferenc Ibolya polgármester tett bejelentést arról, ismét nyertes pályázatnak örülhet a város. A magyar kormány honlapján a dokumentumtárban a pályázati figyelő részében a BM pályázaton Bonyhád városa kihirdetésre került 40 millió forintos támogatást nyertünk, tehát amit beadtunk a testület által megszavazott pályázatot, az sikeres volt, nyertes volt, és a maximális 40 millió forintos támogatást nyertük el. Ebből a támogatásból a Kossuth Lajos utcának az Árpád utcától a Kossuth utca végig történő szakasza kerül majd felújításra. Természetesen idén már nem kezdjük el, csak 2021-ben. A támogató ígéret a napokban meg fog érkezni. Én azt gondolom, hogy bár számos útja van a városnak, amely felújításra szorul, minden évben igyekszünk egy-egy utat akár külső forrásból, akár önerőből megvalósítani. Ez a pályázat a mostani hír alapján idén ugye már nem kezdjük el a kivitelezést, hiszen itt vagyunk szeptember végén, jövő héten már októbert írunk. Ezért a támogató okiratot is várjuk a döntésről, a hivatalos döntésről. 2021. decemberig kell elszámolnunk majd a pályázati összeggel. Éppen ezért mindent előkészítünk a háttérben, és akkor jövő tavasszal megkezdődhet a beruházás. Én bízom abban, hogy a lakosság nagy részének ez megelégedésre fog szolgálni. Tudom, hogy minden felújítás kisebb bonyodalmakkal is jár, hiszen azzal együtt tudjuk csak megvalósítani ezeket az útfelújításokat, hogy el kell kerülni ezeket az útszakaszokat, lezárások vannak, és némi bonyodalmat okoz, de bízom abban, hogy a már megújult útszakaszoknak a használatával sokkal nagyobb örömet tudunk szerezni. A képviselőtestület hosszan tárgyalta a város integrált településfejlesztési stratégiájának elemeit, mely összefoglaló munka arról, hogyan lehet élhetőbbé tenni Bonyhádot. Filóné Ferenc Ibolya polgármester arról beszélt, a legfontosabb feladatok egyike a népesség megtartási képesség emelése. Nem meghazudtolva azt a tényt, hogy egész Európában csökken a népesség és a lakosság, nem csak Bonyhádon, és ezzel azért elég nehéz megküzdeni itt egy ekkora településen. Önmagában ez nem is működik, de ha egy szóval vagy egy mondattal válaszolhatok, akkor valamennyi intézkedésünk ezt a célt szolgálja. Mert akár az infrastruktúra területén, ahogy jegyzőasszony felsorolta, a gazdasági élénkítésbe, munkahelyteremtésbe, az intézményi infrastruktúrának a fejlesztésében mind-mind azt szolgáljuk, hogy azok a családok, akik itt élnek, azok megtalálják, elvihessék a gyerekeiket modern, korszerű bölcsödébe, óvodákba, felújított környezetbe, utána el tudjanak menni dolgozni, legyen munkahely, utána szabadidős tevékenységet, kultúrát 21. századi körülmények között tudjanak végezni, az utcán ne törjék ki a lábukat, stb. Stb. Tehát bármit tesz az önkormányzat, szerintem mindennek az érdekében teszi. A város újra csatlakozik a Burza Hungarika pályázathoz, mely lehetőséget kínál a Bonyhádon élő és felsőoktatásban résztvevő tanulók számára egy támogatás megszerzésére. Ez gyakorlatilag, mióta a magyar kormány minden évben kírja, mi azóta minden évben csatlakozunk hozzá, hosszú évek óta. Gyakorlatilag felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról szól ez a pályázat, és amennyiben egy települési önkormányzat csatlakozik ehhez a felhíváshoz, akkor a saját önerejét hozzátéve az állam még egyszer annyival kiegészíti ezeket a támogatásokat, és akkor azok az egyetemisták felsőfokú oktatásban hallgató tanulóknak a havi rendszerességgel lévő támogatása egy éven keresztül biztosított, akár 10 000 forint mértékben havonta. Fontosnak tartom, hogy tudjuk így segíteni az úton is a fiatalokat. Ahogy nőnek a gyerekek, ezek a kiadások szerintem hatványozottan nőnek. Hogyha ez az önkormányzat hozzá tud járulni, az nagy segítség minden családnak. Várni fogjuk majd a pályázatokat, természetesen minden információról időben értesítjük majd a fiatalokat. Minden évben van keret, a költségvetési rendeletünkben ezt februárban elfogadtuk. 2 millió forintot tud fordítani erre a város, és ez minden évben elegendő volt. Nem volt olyan pályázat, amit elutasítottunk volna a keret szűkössége miatt. Valamennyi felsőoktatásban
tanuló hallgatónak a pályázatát eddig minden évben pozitívan tudtuk elbírálni, bízom benne, hogy így lesz ez az idén is. Több fejlesztés is folyik Bonyhádon. A közel 100 millió forintból elkészült József Attila utca teljes rekonstrukción esett át. Ez szeptember 25-én átadásra került. Másik nagy volumenű fejlesztés a Perczelmor pihenőparknak elnevezett családi élménypark, ami szintén közel 100 millió forintból készülhet el, várhatóan október közepére. Az utolsó simítások zajlanak, így hamarosan újra minden formában járható lesz a megújult utca. A szinte már járhatatlan útszakasz felújítása májusban vette kezdetét, és a lakók nagy örömére a közel 4 hónapig tartó munkálatok a határidő lejárta előtt 1 hónappal előbb készülnek el. József Attila utcában teljes burkolatfelújítást készítettük el, és nem csak a burkolatfelújítást, hanem kicseréltük a teljes víziközmű hálózatot, beleértve az ivóvízhálózatot, a szennyvízhálózatot, sőt az utca alsó szakaszán a csapadékcsatorna is újjáépítésre került. A teljes utca faltól falig alépítménnyel együtt új térkőburkolatot kapott. Az egész utca nagyjából 300 méter, 3 méter híján, 297 méter hosszban újult meg. A teljes útburkolat 1400 négyzetméter felületen újult meg, ehhez csatlakozik még több mint 500 négyzetméter járdaburkolat, beépítésre került több mint 500 folyóméter szegély. A kivitelezés kezdése idei év májusa volt, és sajnos a közműhálózat cseréjével együtt kicsit elhúzódott, de még bőven beleférünk a szerződéses határidőnkbe, és most a hétvégén tervezzük átadni. Szerencsére a koronavírus járvány sem akadályozta a munkálatok lebonyolítását a felmerülő munkaerőhiány és kivitelezés szempontjából. A városban nem csak az utak felújítására volt lehetőség, további fejlesztések vették kezdetüket. Családi élménypark készül a legkorszerűbb új közvilágítással, amely minden korosztály számára igénybe vehető lesz. A 370 négyzetméteres freestyle pálya mellett vadi új kosárpalánk is megtalálható, a 21 féle játékról nem is beszélve. A sokszínű park október 2. felére készül el, szintén az eredeti határidő előtt, ami november 26-ára esett volna. Jelenleg a Perczelmor pihenőparknak a helyszínén vagyunk, itt egy családi pihenőpark készül. Ez a pihenőpark minden generációnak a pihenésének helyszínéül szolgálhat majd, amikor elkészül, egészen a kicsiktől, az idősebb korosztály számára mindenkinek készül valamilyen szórakoztató egységhelyiség. Ugye készül itt egy freestyle pálya, bicikliseknek, görkorisoknak, készül egy időseknek szánt senior kondipark, található meg a parkba 2 pingpongasztal, készül egy nagyobb 21 elemből álló játszótér, kicsik számára, készül egy egész család számára használható sütögetőhelyiség a hozzá kapcsolódó beülőkkel, elkészül itt egy ivókút, aki megszomjazik annak, nagyjából most ez készül. A kivitelezést júniusban kezdtük. Eddig csak a járdaburkolatot készítettük el, a sütögetőhelyiséget, freestyle pályát, kerítésépítést, és most kezdték el a játékok elhelyezését. Amikor ez befejeződik, akkor tudjuk meg véglegesíteni a burkolatokat. Nagyjából ennek várható befejezése október vége, tehát a szerződéses határidőnk előtt bő 1 hónappal szeretnénk befejezni, átadni. Egészen modern, tehát ilyen non-figuratív, ilyen amőboid-szerű formák, nincsenek szögletes élek, a járda is lekerekített vonalvezetésű, nagyon modern hatású lesz. Természetesen a parkosítás is meg fog történni. Minden fa, amit ki kellett vágni, pótlásra kerül, és a jelenleg még földes területeken is mindenhol füvesítve lesz. A pihenő parkot bárki bármikor igénybe veheti majd, aki egy kis testmozgásra vágyik, vagy éppen az, aki egy kellemes hétvégi sütögetést tervez. A két fejlesztés közel 200 millió forintba került, részben pályázati pénzből finanszírozták. Tolna megyében 40 esztendővel ezelőtt Bonyhádon alakult meg a Német Kórus. Azóta az egyesület meghatározó a város kulturális életében, és példaadó a térség hasonló szervezetei számára. A jubileumi ünnepségen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Negyven esztendővel ezelőtt Tolna megyében először Bonyhádon alakult a Német Kórus. Működésük mintát adott a többi hasonló együttes számára. A kórus működésének 4 évtizede alatt meghatározója lett a Völcség és Bonyhád kulturális életének, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.
A német kórus ennek a városnak a kultúrájába már teljesen beleivódott. A város kulturális élete elképzelhetetlen a Német Egyesület, illetve annak kórusa nélkül. És nem csak a városi, hanem a völgységi járásé, kistérségé, illetve Magyarország kultúrája is, hiszen talán nincs is olyan tájegysége Magyarországnak, a Kárpát-medencének, vagy nyugodtan mondhatjuk ettől nyugatra Németországnak, Ausztriának, ahol ez a kórus az elmúlt 40 évben ne járt volna és ne lépett volna fel. Az, hogy ma így szerepelhetnek és így szerepelnek, ilyen díjakat nyertek el, azt természetesen köszönhetik az összetartásnak, köszönhetik a sok-sok próbának, de elsősorban annak, hogy mindig is egy nagyon jó közösséget, egy baráti közösséget alkottak, és mindig is jó vezetőik voltak, vagy volt ennek a kórusnak meghatározó tagjai, akik az elmúlt időszakban odafigyeltek rájuk, a támogatásokat próbálták megszerezni, a szponzorokat próbálták megszerezni, és a működést is próbálták biztosítani. A banyhádi németség számára a nyelvük és kultúrájuk őrzése az identitásuk megtartását jelenti, mondta Szabó Tibor alpolgármester ünnepi beszédében. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A banyhádi német nemzetiségű emberek számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele, mely által ápolják és őrzik önazonosság tudatukat. Egy ilyen egyesület, aki Bonyhádon, mondhatjuk, hogy hosszú évtizedek óta működik, és különösen gondolok most itt természetesen az ünnepeltekre, azok színesítik Bonyhád kulturális életét, és szerintem, ahogy annak idején már Szent István is megmondta, hogy sok nemzetiségű, sokszínű ország lehet egészen erős. Ezt a sokszínűséget biztosítja többek között a németek közössége Bonyhádnak. Ez a kapcsolati háló, ami létrejön akár az itt lévő felvidékiekkel, akár az itt lévő székelyekkel, a németek, ez nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok élők legyenek és egy élő szövet legyen. Fontos a városnak. Bonyhád folyamatosan sokat tesz a német kultúra ápolása ügyében, és ebben élen jár az ünnepelt egyesület. Köller Nikol Hillona, a bonyhádi németek elnöke arról is beszélt, a tagság egy nemzetiségi klub tagjaiból szerveződött annak idején. Már korábban együtt voltak, mert volt egy német klub, és ebből alakult később a német kórus. Én nagyon bízom abban, hogy jó egészségük lesz, sajnos már sokan idősebbek. Nagyon várjuk a fiatalabbakat is, hogy át tudjuk adni a német kultúrát, a német dalokat, hogy az utánunk jövők és a gyerekeink, unokáink is megismerhessék ezt a gazdag német kultúrát. Ők is egy hírvívők, ha van három német testvér kapcsolatunk, hogyha ők jönnek, akkor is mindig itt vannak, minden rendezvényen szerepelnek, és ez nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, és ugye ők is mindannyian németül beszélnek, tehát ez is fontos, hogy ne csak a kultúrát, az éneket adjuk át, hanem a német nyelvet is ápoljuk és továbbadjuk. Sokszor van olyan, hogy jön egy külföldi csoport, és a német házban, ahol ők egyébként is énekelnek, ahol ők székelnek, el tudunk menni, és tudjuk őket fogadni, akkor ők vendégül látják a csoportot. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy érték számunkra. Ezek a dalok itt még nálunk Magyarországon léteznek és vannak. Mivel elég sokat járok külföldre is szerepelni, azt tapasztaltam, főleg az anyaországban, Németországban, hogy ott már nem nagyon ismerik ezeket a dalokat. Inkább az idősebb generáció, fiatalok, azok abszolút nem ismerik őket. És hát amíg ezeket meg lehet őrizni, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon felemelő feladat, hogy ezeket továbbadni a fiatalabb generációnak, akik ugye jönnek hozzánk énekelni, illetőleg az iskolákban. Ugye ezt mi még meg tudjuk csinálni. A németek ilyen szempontból
az a helyzet egy kicsit lemaradtak, és annak örülnek, amikor egy ilyen magyarországi német kórus megy oda szerepelni, mert ott hallják azokat a dalokat, amiket egyébként valamikor régen ők is nagyon sokáig énekeltek. A jubileum alkalmával a kórus felvette az alapító Rónai Józsefné nevét, aki 33 éven keresztül irányította az énekesek munkáját. A rúdugrás. A rövid és középtávfutás után a dobószámokban is van már országos bajnoka az utánpótlás nevelésben méltán híres Bonyhádi Atlétikának. Az új, még a Tamási Klub által felfedezett súlylökő tehetség, a hőgyészi származású Klingl Réka nagyfölénnyel megnyerte a junior korosztály magyar bajnokságát, és a felnőtt magyar OB-n is az igen előkelő negyedik helyen végzett, a diszkoszvetésben is érdekelt Bonyhádi atléta. Egy súlylökőnek nem okozott akkora problémát a vírus első hulláma, az edzés kiesések és a versenyek hiánya, mint egy bármely más egyéni sportág képviselőjének. Persze a Tolna megyei atlétika dobó szakága egyik, hanem a legígéretesebb képviselője, Klingl Réka sem vitt haza magával 3-4 kiló súlygolyókat, hogy azokat házuk erre alkalmas területén, vagy akár a hőgyészi szabadidő parkban kilökje. Summa summarum, a hőgyészi illetőségű dobóatléta, a Bonyhádi AC versenyzője ott folytatta, ahol a fedett pályás idényben abba hagyta. Miután az aktuális magyar junior bajnokot köszönthettük a napokban lezajlott magyar junior bajnokság után Klingl Rékában. Ismerve az aktuális vírushelyzetet, alig ha nem a versenyidény véget ért számára sajnos. Az erőnléttel nem volt semmi baj, tehát fent tudtam tartani magam még a vírus időszakban is otthon. Érdekes módon visszajöttem valamilyen szinten, még fejlődtem is néhány területen. A technika tökéletesítése persze benne volt, és az idei szezon az elég érdekesen nézett ki, mert 3 kilós súlygolyó és 4 kilós súlygolyó között váltogattunk versenyeken, és ugye azért mégiscsak a súlykülönbség miatt egy kicsit más, hogy áll az ember a technikájához. Igazából csak a kis nagyon kicsi dolgokat kellett még tökéletesíteni igazából a munkán, de hát sohasem mi nem teljesen tökéletes. Az országos junior bajnokságot az első sorozatban elért dobásával gyakorlatilag megnyerte. A második helyzetre 2 métert tudott ráverni Klingl Réka. Ami a szabadtéri versenyeket illeti, 3 kilós golyóval egy év alatt majd 1 métert fejlődött. 14 méter 72 centiről az úgynevezett házi liga döntőn 15 méter 42 centire repült tőle a súlygolyó. Réka korcsoportot fog váltani, a legfiatalabb lesz az U20-asok között, és a golyó is nehezebb lesz, 4 kilósokkal kell majd versenyben maradnia a hazai élmezőnnyel. Momentán 13-29-et tud ezzel a kéziszerrel. Az itteni gimnázium hírneve és az atlétika okán választotta a Bonyhádi gimnáziumot, az itteni sportegyesületet a dobószakág remek Tamási műhelyében felfedezett és ott megalapozott dobóatléta. A Réka nagyon jó eredményekkel érkezett, Tamásiba készült Laca András vezetésével, ami nagyon jó alapokat kapott, erre lehetett építeni. Az, hogy elindult egy kiemelt súlylökő program az országban Eperjesi László vezetésével, Márton Anita világbajnokunk edzőjének vezetésével, ez egy következő löketet adott. Én úgy gondolom, hogy minden feltétel adott a Rékának, hogy ő kiteljesítse önmagát. Én nagyon bízom benne, hogy a következő évek is ilyen fejlődést hoznak, mint az előző évek. Tehát nem járunk rossz úton, látjuk, hogy mit kell tegyünk a jövőbe. Komoly kihívás egy junior mezőnybe megkapaszkodni nemzetközi szinten. Hát ez nem egy babazsúr. Az a jó. Picit késett a balnám. Picit késett. Jó. Kis pihi. Eljött a technikai váltás ideje. A statikus becsúszásosról át kell állni a pörgős forgóssá. Ott jártunkkor már ilyen típusú edzés zajlott. Míg az elején tartanak nagyon, hónapok kellenek ahhoz, hogy a versenyző a láb, a karmunka összhangját, a helyes mozgás koordinációt megérezze, minek után méteres javulásban reménykedhessen. Tudjuk a számokat, az atlétika könyörtelen, mert ott centiméterek vannak, és mi is kellő komolysággal állunk neki. Nagyon kell vigyázzunk, hogy
ez a távolság ne jelentsen terhet a következőkben, hanem sokkal inkább lehetőséget és motivációt. Ebből nincs hiány, mert Küngül Réka annak ellenére, hogy a súlylökés a fő versenyszáma, a diszkoszvetésben is változatlanul jeleskedik. Ebben is ott van korosztálya élmezőnyében, és nem adja fel ezt a számot. A mondó két versenyszám nála jól megfér egymás mellett. Ha valaki kicsit elmélyültebb ebbe a dobószakákba, a súlylökésbe, két technika van, a háttal becsúszás és a másik a pördületi technika, a forgásos technika. A Rékának a testmagassága ez utóbbit indokolja. Viszont ez egy összetettebb, egy lényegesen nehezebb, hiszen itt egy forgó mozgásból kéne az egyenes megtalálni. Nincs más választásunk, mint lépni előre. Nem lesz könnyű, mert először az eredmények nem biztos, hogy úgy fognak jönni, viszont hogyha ő ebbe megszilárdul, csak akkor van esély a nemzetközi szintú elérésére. Ha minden igaz, a jövő évben junior EB-t rendeznek atlétikában, és bizony már a kvalifikációs szint eléréséhez is van még hová fejlődni. Szint egyenlőre még nincs meg, igazából csak találgathatunk, de olyan 15 méter környékén lesz 4 kilóssal a szint, ahogy számolgattuk edzőmmel. Szóval... Mennyire vagy tőle? Hát az olyan 2 méter, 2,5 métert még minimum rá kéne raknom a jelenlegi lökésre, hogy kvalifikált hassam magam az Európa-bajnokságra, de még akkor se egyértelmű, hogy azért vinnének, mert a korosztályban most többen vagyunk, akik lehetségesen is szintet löknénk. Az idő, mint az egyik legfiatalabb hazai súlylökő tehetségnek, neki dolgozik kétségtelen. Jelzésértékű, hogy a felnőtt magyar bajnokságon már negyedik tudott lenni. Akinek a példaképe magától értetődően a sportág magyar világbajnoka olimpiai bronzérmese Márton Anita. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!